Dévlem. Fő. Tudjátok, az a baj, megmondom őszintén, hogy ideges természetű vagyok egy picit. Egy picikét idegesebb természetű vagyok. Én nem szeretem azt, figyeljetek ide, hogy a piszkálnak engem. Ok nélkül Isten Mária nevébe. De Szűcs Géza mondja, jó barátom, azt mondja, a Tomi ellen csinált egy élőt, és ha beleszólsz, hátulról kapsz te is. Micsoda? Szom az anyámat. Fejbe basz. Fejbe basz engemet, fejbe basz. Fejbe basz engemet. Szevasz, testvérem! Üdvözöllek, köszöntelek az adásban. Mi folyik most itt, vagy mi ez? Mi ez a történet? Mik ezek a dolgok, hogy itt fejbe basszák egymást a cigányok? Te? Engem kérdezel? Én csak kapom a híreket, hogy engem kihív bunyózni. A súlytalan papagáj. Hát nem Micsoda? leütöm. Hát, hogy ő kihív bunyózni, majd feltezem, bejön a live-omba, majd beírja az élő műsorba, a politikai műsorba, hogy én alkoholista vagyok, meg én a népemet, ő félti a népét én tőlem. Csóró, büdös bogár, hát se kutyája, se macskája, egy felesége nincs, egy gyereke nincs. Ez félti a népét én tőlem. Hát szóltam neked másnap, nem szóltam? Azt mondtad, nincsen már veletek. Én nem ezt mondtam, hogy nincsen velünk. Azt mondtam, Mit hogy mondtál? nincs, hogy a kelecsné már nincs, nem tudom, hogy hol van, és hogy hol lakik. Ja, Amikor nem kérted tudom. a telefon... Nem. Amikor Jó. kérted a telefonszámát, meg a címét, én azt Na, mondtam, nem tudom, mit akar ez velem a mi a bűn. súlytalan kis paraszgeci? Már nem. Na. Mit akar? Hallod? Most nekem írják, hogy engem fejbe basz valami De téged basz, miért basz fejbe? Ezt még mindig nem értem. ha beleszólok állítólag. Ja, hogy beleszól. És te nem szólnál bele, vagy mi? Hát a De nem én. te barátod, te kancellárnak, meg a gelecs. Te. Mit akar tőlem? Ott kezdődik. Nem én tettem kancellárnak a Szamosit, hanem a kelecs. Na, Engem akkor ezt vegyétek nem. meg, amit főztetek. De ne haragudjál már, hát milyen mi, te? Hát a komoly bujárok, bazd meg, itt vannak az adásomban mostani gengszterek. Hát mi az, hogy Na. fejbe basz engemet izével? Mi ez a fejszével? Hát már te ideges vagyok, te figyelj, de dadogok az idegességembe. Mi az, hogy fejbe basz engem a koponyámba, De miért nem belebasz őt a halomba? kérdezed meg akkor? Hogy miért akar téged fejbe baszni? Meg Hívom koponyádat, be! meg a Hívjátok! baltáddal, vagy baltával. Hát ki ez a gyerek te? Hát az Na életében hívjátok! nem látott, nem beszélt velem egy mondatot se. Még kezet se fogott, egy asztalnál nem ült velem, egy légtérben nem volt. Mit akar tőlem? Vazelint kíván, vagy mit kíván? A magyar nemzet. Hát ki ez te? Legyetek, Bari, Magdi, létszes, hívd be a Szamosit most élőbe, jó? Hagy jöjjön be. És megkérdezem én, kit akar fejbe baszni, meg kit hív ki boxolni most. Hívjátok be most élőbe, gyerekek, légy szíves, jó? Részegen vizé írogatott be a live-omba. Hát az életben én még hozzá nem szóltam ehhez a moslik gyerekhez. Hát ki ez te? Ez mindenkivel összeveszik, utána bocsánatot kért érden állva. Hát hiányzik neki valami? Vagy mi? Már nem akarok csúnyán beszélni. Na. Az idegességemben nevetek, Tomi, ismersz? Én is az Ismersz? idegességemben mondok, Idegen. amit mondok, meg ideges vagyok. Dikányinki király, junior, a téged bántanak minket is. Hát Hajrá, így nyink! van. Hajrá, nyink! Eljrányink. Fú, bazdmeg. Nézd meg, mit írnak. Olvasd be, légy szíves. Nem látok mindent. Jó, légy szíves, te olvasd be. Amanda, Amanda, Póni, tessék. Nem látok ilyen nevűt.
Bazd meg, ne idegesítsél már Tomi Frankon, komolyan mondom, én nem vagyok ezt hozzászokva, bazd meg ezekhez a prézli dolgokhoz, a bazd meg. Már Most is olvasd be! azt mondta, kihív boxolni bárkit, elsősorban Csík Tomit, aztán a Kelecset, meg engem. A kelecset is. Ki ezt te? Ja, itt van, most látok valami Amandát. Engem Meg baszol. inkább engem szidott, Dick. Engem baszol fejbe te. Üdvözlöm Hát ez Pest a Ortó Facebook bátyámat. ezért jó ez a Facebook, mert mindent lehet, érted? Mindent lehet. De Ortó bátyám, ta vezbaktál Ózsó, Tito, Szélo, Déló, Híresó, Pest Ortó. A Szia, Tominak Ortó. köszönsz Ottó Nanó, nem nekem? Ottó Nanó, a Rumungroknak köszönsz te is, nem nekem? Hagyjatok már engem. Hagyj engemet te a francba, hagyj engem, hagyj, hogy ki vagyok idegileg. Az Hívjátok be ottani ezt a nem csávót! Hívjátok ide ezt be ezt a csávót, kész! ezért hívtál be? Miért a Szamosit hívott be? Hát hogy merész el rólad beszélni, hogy fejem vág? Meg fenyeget téged. Én őt hívtam be, én őt hívtam be, de te bejöttél, hogy köztetek most mi ez? Téged hívott ki boxolni, most írják. Anyámat hívja ki a temetőbe. Már ne idegesítsé. Na, hát mit akarsz ebből a bánat koporsó töltelékkel? Na, ezért hívtál be? Hát miért nem először hív be, hogy ismer engem? Hát én nem vagyok hajlandó egy ilyen senki házi Ottó bátyám. közmondással leállni, vitatkozni a semmiről. Ha Ottó beírja az bátyám, élő live-omba, hogy alkoholista vagyok. Várjál, már hadd köszönjek a nanomnak. Most meg azt írják, hogy szexuálisan zaklattad. Hát igen, a venyigében ott nem volt, akkor nem értem, hogy... Amanda, ki? Írjatok rá már Szamosira, vagy hívja föl valaki, jöjjön be. Én le vagyok tiltva neki, nem látom, mikor beszél, vagy behívod. Semmiért nem látom. Hát tiltson. Hát felfogják a legkisebb. Akadozol. Na, hát ilyet mond. Akadozol. Akármelyik fiam felcsörgette a fülét. Még nem is kell, hogy én csak beleköpek a szájába, meg beleszarok. Na. Hát most mit mondjak erre? Hát ki ez a kis senkiház, akit nem is ismerek? Ezt még szólogat nekem? A lány, a gyerekemnek vegyék koporsót. Én rajtam nincsen még nyom. Én rajtam még nincsen nyom. Engemet még nem ütöttek ki 35 évesen az agyamat. Rajtam nincsen nyom. Ebben mit akarsz mondani, rajtam nyomok vannak, vagy mi? Nem azt akarom. Figyelj ide! Ne izéljél velem, bazd meg! Te csináltad az egészet, te geciszt. Én csináltam, Beke. Én csináltam. Kit hívott ki? Ki kezdte ezt az egész történetet? Hát ő kezdte, nem? Hát ha én várjál, szóltam. Várjál, most írják, azt mondta, mindjárt jön az élődbe, Beke. Na, erre lehet úgy csinálni, hogy hárman legyünk benne, tessék? Én nem tudom. Na, hát osszátok halálra. Osszátok halálra! Ezért Halálra hívtál. Osszátok! Ne haragudjatok már! Hát jó, bazd meg! Jó, hogy nem 30-40 éves cigány embereket, meg 50 éveseket basztok fejbe, bazd meg! Gyere, ne haragudjál már, figyelj de! Hány az éves ágyam a is, gyerek? Az ágyam is 1.200.000 forint volt, ez a csorró ágy, mert mindjárt figyelj de széttöröm ezt is az idegbe, hogy 1.200.000 volt az ágyam. A fegyházban. Na! Ha ott, mi ez te? Mi ez? Régen live se volt. A ti időtökben mi volt? Ott volt a kocsma, kimentetek egy az egymost, utána meghívta a másik a másikat. Most mi ez az üzengetés? Én hogy nem üzengettem senkinek, testvérem. Te most ne keverje már bele ebbe a cigány politikádba. Én nem üzengettem senkinek. Akinek baja van, a Szamosinak szól. Hát most mi ebben nagy dolog? Na most üzent be nekünk, azért mondom, nekünk neked, üzent. Neked üzent. Nekem nem üzent, neked. Én le vagyok tiltva.
Neked üzent, itt írják, nem olvasod a live-okat? Nem olvasom, nem látom. Hát miért nem? Hát mert szemüveges vagyok. Jó, azt írják, téged kihívott egy boxmeccsre, boxkesztyűvel mi a faszom abba a ringbe, és ha én beleszólok, vagy a keles, vagy bárki, akkor fejbe lesz baszva hátulról. Na, akkor hajrá! 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 Na, hát de. most mit gondoltál, hogy egy szarházitól megijedünk? És súlytalan gecitől? Hát, hogy üzenget így nekem? Hát mit akarsz ebben mondani? Na, hagyjál már te is, izé, Beke. Hát te csináltál belőle meg a kelecs kancellárt, a bolond geciből, a közmunkásból. Kancellár, írni, olvasni nem tud, beszélni nem tud. Magatokat szégyenítitek le ezekkel az ilyen emberekkel. Osszátok, én is azt mondom. Na, hát fölhúztok este egy gyomorra. Hát neked miért üzenget, hogy fejem vág? Ha beleszólsz, az kinek, ki mellé állnál? Ő a barátod, testvéred? Vagy mi a faszom van már? Ne haragudj, már tényleg csúnyán beszélek, nem itt szoktam. Itt nem arról van szó, hogy ki mellé állok. Ez itt nem arról van szó. Na, akkor befenyített téged, hogy te sehová ne álljál, meg a kelet sem. Na, hát igen? Vannak emberek, vagy most mi a faszról beszélsz? Engem fenyített, bebazd meg. Hát ebben ezt mondta, nem, hogy baltával fejem vág. Hozzá gyújtott. Jaj, még békémet se tudtok hagyni. Te irigykedik a live-omra, vagy mit akar az a kis moslék? A targonca fejű. Két villa van a szájában. Amerre járok, a gyerekem hajon meg. A gyerekem hajon meg. Hallod? A gyerekem halljon meg, amerre megyek, én és a családom. Mindenhol tisztelnek minket, mindenhol ezért tudják. Ezért csodálkozok, hogy egy ilyen szarházi rád ír, vagy rád beszél, hogy fejem vág, meg felemeli a hangját a kelejtsel, meg vele. Na, hát most mire való? Hát nem az én korosztályom, nem egy súlycsoportban vagyunk, sehogy se, avval a izével, az fekete igaz. Bánat, búbánattal. Hallod, az Isten verjen meg engemet, verjen meg a jó Isten engemet, te. Verjen meg az Isten engemet. Engem fejbe baszni, te. A komoly, mondom, akkor... Hát behívom az összes gangstert most ide élőben. A komoly gangstereket. Rendben van, de miért nekem, miért nem a számos... Itt van! Mondjad neki! Jöjjön be! Na, avval beszélj, kérdezz fel először. Jó. Hát utána kellett volna behívnod, nem előtte. Jó. Itt maradsz az adásba? Hát figyellek. Jó. Akkor lépjél ki, légy szíves, és akkor oké. Jó. Oké. Ja, itt van, ki kell lépni. Jó, oké. Szegazdosom fejbe, Mistoly. Gyerekek. Kocsi Laci. Vérem. Szervusz, Hello. Testvérem! Bocsánat! Szia, Beke! Bocsánat! Azt írták nekem, ezt elmondom azt is, hogy ki jó. Jó, hallasz? Jól hallak, csak ideges vagyok. De most mi évet közöl trikóra, vagy mi van veled most, a fiú? Mert ideges vagyok. Ideg állapotban vagyok. Oké. Azt írta, elmondom azt is a Bari Magdi, hogy azt mond, olyanokat mondasz, hogy a Tomit kihívod, vagy nem tudom, hogy mi van itten, boxolni, engem meg fejbe baszol, meg a kelecset. Légy szíves, erre adjál magyarázatot. Most 330 ember előtt, és akkor így normálisan nyugodtan, akkor így szépen megkérdezlek, hogy mi ez a helyzet. Megpróbálom tűrtőztetni magamat, az irántod, a vajdaság és a kelecs, a Németh Ferenc fővajda
tisztelete miatt. Én azt mondtam, aztán részletesen válaszolok. Én azt mondtam, hogy amennyiben, mert ti védtétek a Csík Tamást, és amennyiben, és most már besokaltam, amennyiben beleszóltok abba, hogy én hogyan fogom rendezni azt, hogy egy hónapja folyamatosan gyaláz, fenyegeti a családomat, fenyegeti az életemet, szexuális jellegű fenyegetések vannak a részéről folyamatosan. Folyamatosan. És amikor én lépni akartam, akkor te is, meg a Kelecs is békességre intettetek. Hogy ne csináld, Lacika, adjad. De folyamatosan, több mint egy hónapja, egy nappal több amúgy, folyamatosan támad, fenyeget, rólam szólnak a live-jai, gyűlöl, meg akar baszni, legyilkolja a családomat, cigányokat küld ide hozzám, hogy engem szétszurkáljanak. És én erre mondtam azt, hogy most már nem érdekel, akárhogy szeretem a Bekét, vagy tisztelem, akármilyen rangja van, akárhogy szeretem a Kelecset, nem fog érdekelni, mert vannak olyan dolgok, amiben nem változok, és saját magam egyedül el fogom intézni azokkal a módszerekkel, amelyek egész életemben beváltak. És azt is mondtam, ezt is elmondom. Azt is mondtam, hogy nem nekem van szükségem védelemre, ez ellen az áruló triplotokájú varacskos disznótól, nem nekem van szükségem védelemre, hanem ő neki van védelemre szüksége, de viszont, én tudom, hogy hol vannak a határaim. De akkor is, igaz, ezt mondtam. Tudom, hogy hol vannak a határaim, de azt mondtam az élő adásba, hogy ha Beke beleszól, nem érdekel, hogy leüt, utána szétvágom a fejedet hátulról. Ha ebbe beleszóltok, mert ez az én személyes ügyem, és nem érdekel a véleményetek, engem nem lehet hónapokig, hetekig gyalázni úgy, hogy én meg könyörgök ennek az embernek, már nem tudom hány üzenetet küldtem, meg kétszer beszéltem vele telefonon, totálisan megalázkodtam, olyan bocsánatkéréseket mondtam a semmire, csak hogy ne legyen háború, hogy hagyjon békében, ne beszéljen rólam, ne fenyegessen, meg ilyesmi. Te várjál már, öcsém. Annyit akartam ezzel mondani, hogy nem érdekel senki. Nem várjál érdekel már, senki. Várjál meg a szívedet. Te most azt mondtad, hogy szétbaszod a fejemet, jó értettem? Szétbaszod az én fejemet, baszod szét, jó értettem? Hát, hogyha beleszóltok ebbe, a Kelecs az természetesen nem fog, de hogyha beleszólsz, és továbbra is a Csík Tamás mellett azt mondod, hogy legyen békeség, meg ne bántsam, és valami konfliktus lesz, és még hogyha beleszólnál, akkor neked megyek. Szóval 400 ember előtt, a live-omba azt mondod, hogy szétbaszod a fejemet. Mondd ki nyugodtan. Hátulról. Hátulról? Hát egy az egyben nem sok esélyem lenne. De hogyha beleavatkoztok ebbe, hogyha beleavatkozol ebbe, Beke, nagyon nagy tisztelettel mondom, ez az én dolgom. Ha ebbe beleavatkoztok, akkor nem érdekel semmi, nem érdekel senki, ez a varacskos disznó el lesz nyomva, el lesz taposva. És mindenki, aki kiáll mellette, a személyes ellenségemnek tekintem azért, mert a mi szerveződésünket akarja szétrombolni, és folyamatosan fenyeget. Kitépi a belemet, megbasz, meg a családomat fenyegeti, meg cigányokat akar ide leküldeni. Most akkor kérdezem, én nagy tisztelettel visszakérdezek, csúnyát mondtam, igen, csúnyát mondtam, de mindenkire értettem. Én azt mondtam, hogy mindenki, még hogyha a Beke szól bele ebbe a dologba, a Bekének is felállok. És hogyha nem tud megverni, akkor leütöm hátulról. Mondtam, hogy ideges vagyok. Te, öcsém, ne haragudjál már. Most miket mondod? Hogy
hogy te azt, de most ittas vagy, vagy amúgy észnél vagy amúgy, őszintén, ne haragudja, hogy meg ki. Most még kultúrát vagyok, de hallod? Nagyon-nagyon megy föl a cukrom, nem rosszból mondom ezt. Tehát én nem beszélek csúnyán, mert már rangom nem engedi meg. De mi az, hogy te, hogy nincs esélyed velem szembe, és akkor hátulról egy fejszével, vagy bármivel fejbe vágsz engem. Hadd kérdezzem már meg ezt elsősorban. Én azt mondtam, hogy ha beleszólsz, te vagy bárki, és nem bírok vele, akkor elintézem úgy, ahogy kell. Hallott, tesó? Magyarországon, ez hidd el nekem, élő adóba, így, hogy 500 ember néz. Így nem mer velem, hidd el, senki beszélne, ez hidd el nekem, tesója. De itt most te sértettél meg egy olá cigány vajdát, egy cigánybírót vigye ide, alla az egész lakatos családot, azért, mert, hallod, nem értem, hogy mi van. Nem értem, hogy mi van. Elmagyaráznám. Velem van problémád, így egy az egybe, ezzel nincs baj, tesó. Hogy kívsz országvilág előtt a saját live-on 500 ember előtt. De te szeretnél velem verekedni? Jó értettem ezt? Akár veled is verekszek, hogyha úgy van. Hogyha a Csík Tamás mellett kiállsz, és az ő pártját fogod, akkor mindenkinek felajánlottam én ezt régen is. Vegyék fel a kesztyűt, ne csak dumáljanak. Természetesen szeretlek, testvérem, és én nem úgy mondtam ezt, hanem ideges voltam, mert ti véditek meg, nem engem védetek meg, hanem a Csík Tamást. Miért? Miért, amikor a népünket lehúzta, eljárás van ellene, a járók a Líviát megzsarolta, 6 hónapot ült, és most élőadásozik, a vajdákat is gyalázza, a vajdákat is gyalázza, a kert is gyalázza, meg téged is gyaláz ez az ember. És én ezeken fel fogok lépni, és nem érdekel, hogy ki szól bele. Nem érdekel. De Nem most, érdekel. Laci, hallod, most őszintén, hogy a nézettségért csinálod ezt, hogy kihívtál engem. Én nem látod, még mindig visszatartom magam, mert már nem engedhetem meg azt, hogy így beszéljek. Nagyon jól bőven tudod, a házunkban voltál. Tudod nagyon jól, kickbox világkupa győztes vagyok, 6-szoros veretlen magyar bajnok nehéz súlyba. És most ezt nagyon komolyan mondom, a gyerekem életére komolyan mondom. Nekem nem kell bizonyítanom, mert ott van, figyelj ide, a sportminisztérium, vagy bármelyik, figyelj ide, olyan egyesület, ahol nekem licenszem van. Te nagyon jól tudod ezt, nagyon jó bőven. Laci, tudod ezt? Láttad a okleveleimet, meg a igazolásaimat? Láttam, persze. Hát ha láttad, akkor ne haragudjál már, hogy veszed azt a bátorságot Isten Mária nevébe, hogy engem itt 500 ember előtt, hogy ide kihívsz szólóra. Szólóra hívták ki engemet. Egy az egybe boxolni. Vagy kivel akarsz te boxolni, testvérem? Ne haragudjál, az Isten áldjon meg, ne haragudjál, jó Isten áldjon meg. Kivel akarsz boxolni, az Isten áldjon meg. Én nem haragszok, de a Csík Tamás ügyében úgy érzem, hogy nem kellőképpen állsz mellettem, és nekem, én a Csík Tamást akarom kihívni. Én nem téged akarlak kihívni, eszembe se jutott. Ezt ilyen félig viccesen mondtam, hogyha a Beke megvéd téged, akkor felállok a Bekének is, majd visszanézed, akkor felállok a Bekének, ha megver, akkor meg leütöm egy bottal, de ezt csak ilyen félig viccesen mondtam, meg ideges volt. Ha most mondtad Én a 500 Csík ember Tamást előtt, komolyan, akarom. ha beleszól bárki, ha én is akár, akkor szétbaszod a fejemet hátulról, valamivel leütsz. Hát, hogyha beleszólsz. Most megint ezt mondod, akkor az Isten áldja meg. Akkor mondjad, hogy hol vagy, az Isten áldja meg. Na mondjad akkor, hogy hol vagy. Mondjad akkor, hol vagy. Írd meg privátban most, hogy hol vagy, tessék. De miért Csík Tamás oldalán vagy? Nem a Csík Tamásról van szó. Baszd meg, hogy mehetsz 500 ember előtt így beszélni velem, áldjon meg az Isten. Mikor nem sértettelek én meg, baszd meg. Mert sok a duma.
Nem tudok diplomatikus lenni, gyerekek! Ha elismert közéleti személyiség vagyok, sportoló vagyok, tessék, mondd meg, hogy hol vagy, bazd meg, vagy bárki mondja meg, hogy hol van, és oda megyek, bazd meg. Ha velem van de baj. nekem A mi Csík baj? Tomival, akkor hidd el, a Csík Tomi is oda fog menni, bazd meg, egy az egybe. Na, ez legyen. Ez legyen. Én ezt akarom, hogy hetek óta gyalász fenyeget engem, én vele akarok verekedni. Kivel akarsz verekedni, cigány? Csík Tamással. Csík Tamással akarsz verekedni? Igen. Igen. És a Csík Tamás azt mondta az élőadásába, írtam az élőadásához tegnap, és azt felolvasta, és azt mondta, hogy a Szamosi László azért engedi ezt meg magának, mert hogy a Beke mellette áll. És én erre mondtam a mostani live-omba, hogy nekem nincs szükségem a Csík Tamás ellen senkire. Még egy haverra, még egy ismerősre sincs szükségem. De ha valaki beleszól a kettőnk konfliktusába, akkor ugye idegállapotban nem tudok azért felelősséget vállalni. Oké. Én vállalom a kihívást, nem nézlek le, nem bántalak meg, nem sértelek meg. Most nagyon komolyan megsértettél. 600 ember néz, semmi probléma. Hajlandó vagyok. Hogy szeretnéd? Utcaiasan, vagy ringen keresztül? De én nem... Veled szeretnék verekedni, eszembe se jut, szeretlek, tisztellek, tudod te nagyon jól. Én arról van szó, hogy a Csík Tamás folyamatosan gyaláz engem, nem szóltok rá, nem mondjátok, hogy hagyja békébe Szamosi Lászlót, veletek vagyok a Roma Vajda Szövetségbe, együtt vagyunk, együtt kezdtük el, együtt próbálunk szerveződni, és akkor nyilvánosan engem gyaláz, hogy olyan ember, akit ti ismertek. Meg fenyegethet, hogy megölnek a családomat, meg megbasz, meg kocsikat küld ide, meg kinyomozta a címemet, meg mit, ilyeneket. Hát én meddig tűrjek? Beke, testvérem, tisztelettel mondom, úgyis tudod, hogy szeretlek, meg úgyse állnék neked, még akkor se a pisztolyt tartanának a fejem, akkor én ezt meddig hagyjam? Mit csináljam? Meddig hagyjam? Én élő adásban megmondtam, hogy vegye fel a kesztyűt, ne csak üzengessen, vegye fel a boxkesztyűt végre, és akkor megmutathatja, hogy hogy tépi ki a belemet, hogy öl meg, hogy verdesi ki a fogamat. Ennyit mondtam. Állítólag boxolói múlttal is rendelkezik. Tehát ő 8 évvel idősebb, mint én 43 vagyok, ő 50, állítólag boxolói múlttal is rendelkezik, ezért gondoltam, hogy hiába fiatalabb vagyok 8 évvel, nekem nincsen semmilyen ilyen múltam, ezért gondoltam, hogy fair lenne. Folyamatosan Beke, te, akkor én is visszakérdezek nagy tisztelettel. Akkor én nekem mit kéne csinálni? Én üljek otthon, idegeskedjek, meg, és halljam vissza az ismerőseimtől, hogy a Csík Tamás már megint mit üzett nekem, hogy a Csík Tamás már hogy lehordott engem, már a Csík Tamás már megint miket mondott róla. Mit csinálja? Mit csinálja? Mit kell csinálni? Hallgatni? Hallgatok meg hónapja, mi a... ...legyen. De nem bírom. Nem bírom már. Nem bírom már. Ezért gondoltam, hogy boxkesztyűvel, ez a Kollár Mihály, ez ki ez a Kollár Mihály? Bazd meg! Jó Isten, vegye ki az erejét. Mindig akkor hívom, hogy lányba vagyok. Mindig csinálja. Mindig elfelejtem törölni. Na, mindegy. Én nekem. A Csík Tamásom
van a problémám. Utálom, mint szart, nem tett semmit a népünkért. Amit tett, azt úgy hívják a magyar nyelvben, hogy kudarc. Fenyegetőzik folyamatosan. Beke Vajdám, megkérdezném tőled nagy tisztelettel, hogyha valaki téged csak egyszer vagy kétszer megsért, és nem kér elnézést, és utána folytatja, megint a következő héten, mindenkitől kapom az üzeneteket, hogy Lacika, hát mit csinál az ember? Egyfolytában rólad beszél, egyfolytában téged gyaláz, a Vajdákat, meg a Roma Vajdaság Egyesületét. Én fogtam, és mivel ő boxoló volt, arra gondoltam, hogy akkor szálljunk, és ott is mutassa meg, hogy engem hogy utál, hogy gyűlöl, hogy tépi ki a belemet, ilyesmi. Ennyi. Én szerintem ez nem gonoszság. És bocsássál meg, hogyha olyat mondtam, amit mondtam, de egyedül akarom intézni ezt az ügyet, és nem érdekel, hogy mit mondasz te, és nem érdekel, hogy mit mond a kelecs. Tiszteletbe tartom, de nem fogom betartani. Mert nem fogok nyugodni, nem hagy nyugodni, hogy egy hónapja folyamatosan fenyeget és gyaláz engem ez az ember. A semmiért. Azt se tudom kicsoda. Amit meg lehet tudni róla, az kudarc, cigány lehúzás, börtön, zsarolás. Testvér, így mondom, hogy testvér. 700 ember néz élőbe, 700. 700 ember előtt. 35 éves legenda vagyok. Hidd el, akinek kell, az ismer. Én nem sértettelek meg, és nem bántottalak meg soha. Sőt, én adattam neked a rangot, mert azt hittem, sőt, ezt nem is hittem, megmondom őszintén, hogy egy picit összetörtem, és egy picit, mert nem térek észhez, megmondom őszintén. 5 éve nem sportolok. 5 év versenyszerűen, 5 éve. A vérrőg végett a fejembe. De aki engem kihív, ne haragudjál. Az én saját live-omba azt én elintézem úgy, ahogy kell. Nem szégyenített le Hajdú Tomi, ő. Most hova tűnti, egyen meg a szívedet. Diplomatikusan itt folytogat, rendesen a melkasom szorít. Hallod? A melkasomba szorít a gyerekem életére. Ez a történet, hogy fekszek, így vagyok, úgy vagyok, amúgy vagyok. Szervusz grófó, üdvözlök mindenkit. Hallod? Az életemben soha ilyet. Soha ilyet az életemben, hogy engem egy az egybe kihívott volna valaki verekedni. És nem azért, mert olyan kemény, komoly karibelű pali vagyok, hanem azért, mert én tettem le az asztalra a gyerekek. Tomi, ne haragudjál már, be tudnál jönni? Bocsáss meg. Mert most kilépett a Laci, én próbáltam finoman is úriember módjára viselkedni, és azt mondta, így megmondta a szemembe, hogy hátulról szét fogja verni a fejemet. Érted, amit mondok? De az előző live-omba, meg az Iru jött be, amit sajnos tisztelt a kivételnek sok cigány el se tud képzelni, hogy miről van szó. Hogy az európai, most már nem csak a magyarországi, hanem a közép-európai cigánybíróságot képviselem én. Vagy fogom. Hát az járjunk már meg itt, gyerekek. Halljak meg, a vérnyomásom ment föl, te. A vérnyomásom fölment, áldjon meg az Isten. Murapra. Hát itt tudjátok, hogy miről van szó? Gyere már be, légy szíves, Tomi. Én nem láttam ilyet, áldjon meg az Isten.
Kedves Rostás Hilda, én nem tudom, hogy ki vagy, figyelj ide, én nem tudom, hogy ki vagy, de ha cigánynő vagy, felszólítalak, ne beszélgessé ide, ne írjál be az élő live-omba, mert félreértem. Te ne dumáljál itt a anyukám. Te ne dumáljál itt a anyukám. Itt a Szamosinak én adattam rangot. Te ne dumáljál itten. Mondom neked, ha olá cigány nő vagy, most felszólítalak téged is, ahogyan felszólítottam az egész cigányokat, azt ne küldözgessed a mérges fejeket, csorri. Ha cigány nő vagy, ne irkáljál be, mert félreértem, az uraddal foglalkozzá, felszólítalak szépen, mert nem szeretem a férfias nőket. Nem jó Istenem, milyen barátról beszélsz? Milyen barátról beszélsz? Melali! 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 Elveszem én neked is a családodnak a rangját, te! Hát az álljunk már meg, gyerekek! Álljunk már meg egy szóra, ahova megyek, figyelj ide, ott engem tisztelnek, és én egyedül megyek mindenhová. Gyerekek! Hogy merész ezt beírni ide? Melali! Kandino! Kandini! Hogy mersz ide beírni, Rostás Hilda? Vagy melyik fizetett le téged, hogy provokáljatok engem a Szamosival? Hallod? Nézd ma meg a borítóképemet, te prikezsia. A borítóképemet, hallod, nézd meg, te prikezsia. Én nem dobálkozok nevekkel, én csak telefonálok, érted egyet? Én csak telefonálok egyet. Én nekem már kinek, én kinek bizonyítsak, te? Nem látod, hogy milyen jó el vagyok itthon? Milyen jó el vagyok? Vagy talán ez a problémád? Talán ez a problémád? Vagy mi a problémád, anyukám? Tetszem neked? Esetleg? Mert kifordítalak úgy, figyelj ide, a bugyitból. Kifordítalak úgy a bugyitból, azért, mert én diplomatikus vagyok. És tudom a tiszteletet. Az nem jogosított föl tégedet, hogy te ide beírkáljál. És még nem vagyok ideges. Figyelj ide, Rostás Hilda, a neved alapján vagy Drizárica, vagy Colárica lehetsz. De figyelj csak ide! Figyelj csak ide! Colárica, vagy Drizárica. Jóból mondom neked, ha van urad, akkor hívd be az uradat, ha nincs urad, akkor menjél ki, mert félre fogom érteni, és a végén azt hiszem, hogy az írkálsz be, mert tetszem neked. Na pusztisztu ábri. Zsatar katar. Pusztisztu ábri. Pusztisztu ábri. Nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan pusztisztu ábri, mert én már nem engedhetem meg magamnak azt, érted? Mert én már nem engedhetem meg azt. Én a cigányok között, én nekem nevem van és rangom. Ha tetszik, ha nem tetszik. Érted, amit mondok? Én nem tudom levenni a Szamosi rangját, mert a kelecs választotta meg. És nem tudom, hogy ilyenkor hol a kelecs. Hogy nem tudom, hogy ilyenkor hol a kelecs. Nem tudom, írjatok már el egyszer a kelecsre. Köszönöm szépen, Balogh Csabi. Na szevasz, Bekém, ne idegeskedj egy ilyen félkegyelmű, mit kell idegeskedni? Az egyik, csak reagálok, jó, hogy be tudsz hívni utána. Ő üzengetett nekem először, ha jól emlékszel, te is. Veled üzent.
De akkor viccnek vettem, még ott voltál a Kökény Gyurinál, vagy a Kökény Robinál. Nem foglalkoztam vele, ez egy hónapja volt. Én azóta nem beszélni le vagyok, tiltva nálam. Bejött a live-unkba, a csoportba, a C-Press Roma infóba, hogy minden nap csinálom, a politikáról. Beleírt mocsok módon, hogy a Csík Tamás alkoholista, lehúzza a népét. Tehát kérdezd már meg tőle, hogy ő hogy tud alkoholista lenni valaki, mikor minden este live-ozok. De nem mentegetőzni akarok, ez se érdekes, hogy ki iszik, vagy ki nem, meg mikor, meg hogyan. A másik meg az, azt írja, meg azt mondja rólam, hogy én lehúztam a cigányokat. Hát most is tartoznak a cigányok nagyon sokkal. Soha egyetlen egy fillért senkitől nem vettem el. Az állam nem támogatott. Ne azt mondja, hogy a járóka Lívia miatt vagyok börtönből zsaroltam, a cigányok miatt vagyok börtönben, mert kiálltam a cigányokért tavaly, hogy tüzelőt adjon a Fidesz nekik, 3 megyére. Tudsz mindent, az csöndben vagy te is. Azért egy kicsit nem tetszett ez a dolog, hogy most ismersz. Hát ismered a családomat, ismerlek én is. Azt egy szót nem szólsz, hogy nem azért voltam börtönben. Még azt hiszik, hogy zsarolásért, behajtásért. Hát a tárgyalásom most is megy. Egy miniszterrel vagyok vitába. A Gulyás Gergellyel, annak a kabinetfőnökével, Járóka Líviával, az LP alelnökével, képviselőjével. Hozd ide a töltőt, mert lemerülök egy picit. Hozd ide. Egész nap lájban. Bocsánat. Én nem szólok, hát nem ilyen is tudtam, ember, hogy neked nem is ismerek. A Kamocsi. Parancsolj. Mondom, én nem is tudtam, hogy miket beszél rólad ez a Szamosi, hogy miért voltál börtönben, vagy miért, nem. Hát hallod, ő mondja, hát ő tudja, most nem is ismer. Most azt mondta, hogy menjünk boxolni, bazd meg. És mikor felajánlom neki, jó, de tudod, én izé vagyok, ahogyan te is csibész voltál, meg itt a sok cigány, gyerekek, ott a terem. Nem kell egy ilyen Szamositól félnem, a jó Isten áldjon meg, hát. Kinőttem én már ebből, 53 éves vagyok. Egy szarházi izével most mit kezdjek, egy félkegyelművel? Nem a félelemről van szó, Tomi, hanem a presztízsről, bazd meg. Hát látod, a legkisebb fiam fölcsavarja a fülét, 3 fiamból, akármelyik. Hát mit akar ő tőle? Hát az életben nem beszéltem vele, nem találkoztam vele. Nem fogtunk kezet, egy asztalnál nem ültünk. És akkor hazudik, hogy én miket üzengetek neki? Hát nem is szavamjárása ez, hogy üzengessek így csúnyán egy embernek a Facebookon. Hát hallottál még rólam ilyen? 2010 óta fönn vagyok a Facebookon. Hallottál még ilyet, hogy én üzengetek neki? Azt le van tiltva, meg én is le vagyok neki tiltva. Azt üzengetek? Hát miért mond ilyen? Nem szeretem a hazug kutyákat. Én tudod, mit mondok? Na, mondjad. Mert itt az országvilág azt akarja, testvérem. Országvilág? Mit akar? Hát az, hogy engem provokálni, és engem itt kihúzni, kérlek szépen, azért, mert megkaptam a legeslegnagyobb rangot Magyarországon a cigányok között. De egy Szamosival provokálnak téged? Hát nem hallod, Tomi, ne idegesítsél, mert hallottam. Mondom, túl a szívem, bazd meg. Hát nem, itt voltál az adásban, hogy miket mondott? Ne írjatok most privátban nekem semmit, mert akkor nem hallom a bekét. De hallottad, hogy mit mondott a csávó? Azt mondta, hogy megcsinál téged is hátulról. Na. Hát hogy lehet ilyet mondani? Élő adásba, bazd meg. Ne hülyeskedjetek már. Hová fajul ez az ország? Egy ilyen félkegyelmű fogja megmondani, hogy kit üt le, meg kit nem, meg miért. Hát menjen a koporsóba vissza, oda való. Na. Hát nekem nem... Na, hát nem kell... Csak mert nem hagyom, hogy valaki úgy beszéljen, ahogy nem kéne. Odaül kalapba, habisztő cigány. Na, azt a retek megeszi a száját a közmunkásodnak. Ötvenhárom éves vagyok. Mit akar? Két unokám van. Mit akar még?
Ő félti a népét, az se kutyája, se felesége, se gyereke. Azt ő félti a népét. Milyen népét félt ő? Ki ő? Pár hónapja nem ismerte senki, amíg nem emelted magad mellé, meg a kelecs. Egy live-ba. Hát el, amíg mondtad, te is kitiltott Pestről. Megölöd, ott van fönt a YouTube-on, pont valamelyik héten néztem. Jó, most azt hagyjuk, mert azt, de hagyjuk, azt hagyjuk. Jó, hagyjuk, oké. Hát elmondtam azt neked hagyjuk. Is, fölhívtalak, hogy beszél ez a gyerek velem. Hát mert őt nem tudom fölhívni, nincs számom, meg elérhetősége. Egy bujkáló remete. Veletek együtt megy az utakon, esetleg ha viszitek. De amúgy különben nem látom sehol. De mit akar tőlem? Mi a baja az, hogy live-ozok a cigány politikáról? Hát ez egy... Szóljon, live-ozzon ő is, amit akar. Hát kit érdekel? Már 21 adásom van lefutott. Minden este 19 órától a C-Press Roma Info csoportban. Na, hát ebben kell nekem foglalkozni. Mi az, amit én elvettem a cigányoktól? Ez a városi legendát úgy utálom, te. Egész életembe adtam a cigányoknak. Saját pénzből csináltuk meg a C-Press-t, a C-Café-t, a kiállító termet, a szerkesztőséget. Na, hát velem akar versengeni a cigányokért, hogy úgy mondta, hogy én nem csináltam semmit a népemnek, meg a cigányoknak. Hát ezért voltam börtönben, ezért csövesedtünk le. Nem? Ezért. Letartóztattak, a politikai ügy belsőnek vittek el a cigányok közül. Senkit soha nem vittek el. Tart még a tárgyalások. Igaz, hogy esnek le sorba a vádak, de ez volt a céljuk, hogy elvigyenek a választásokra, kivonjanak. Na. Egy médiát vezetek. Az Európai Roma Liga elnöke vagyok. Nekem kell most itt boxolni, meg harcolni egy félkegyelművel. Ne hülyeskedj már súlytalan papagájokkal. Mit lehet kezdeni? Nem akartam bejönni a live-ba, meg ebben most így beleszólni, csak kaptam én is sorba az infókat, de nem tudom megnézni az ő dolgait, meg az írásait, meg semmiét, hogy beszél, milyen büdös bogár módon beszél róla. Na. Hát egy rangot akar, hírnevet akar magának ez a bánat? Hogy ennyien nézik utána, meg hogy őt figyelik. Hát ne tegye már hozzám magát, hát se észbe, sehogy se, meg se korba. Legalább adná meg a tiszteletet, érted? Hazudik, hogy én üzengettem neki. Hát miért kell hazudni? Hát nem szokásom üzengetni, itt elmondom, ha akarok valamit. Vagy bárhol elmondom. Hát a Fidesz nem fogja be a számat, a kormány, majd ő fogja be a számat, hogy nem fogom elmondani. Egy patkány jellemű emberről. Na. Sokan írják, nem kellett volna rangot adni ennek az embernek. Hát ez nem csak engem szégyenít le meg a cigánypolitikát, azt is, aki, ja, még azt mondja, a királyokat, meg a vajdákat becsmérlem, vagy gyalázom, meg őt is, meg szexuálisan, hallod? Nem is szavamjárás ez a csúnya beszéd. Hát hallottál engem csúnyán beszélni? Be kell ismersz egy kicsit. Hát nem kicsit, nagyon ismerlek, régóta ismerlek. Na, de szoktam csúnyán beszélni emberekkel? Nem. Hát akkor miért mond ilyeneket? Meg őt gyalázom. Hát ki ő? Egy kis pont? Senki? Hát miért kéne őt gyalázni? Ha valakit gyalázni akarok, akkor fölülről kezdem meg, nem? Nem ilyen emberekkel. Tehát most soha senkivel nincs vitám. Mindig a politika miatt vannak a vitáim. Hát emberileg senkivel nincs vitám. Mindenki szeret tisztelt. Ezt ilyent mond ez a félkegyelmű, hogy én lehúzom a cigányokat, meg nem is tudom, mit mondod. Nézd vissza azt a live-ot, amit adtam. Ott elmondják a cigányok, itt írták az előbb, akik bent voltak, a Rafael Gyulától kezdve mindegyik, hogy szemét módon írt rólam. Ezt még azt is beolvastam. Nem kellett, nem szégyellősködök beolvasni, amit írt. Hát aki ismer, az úgyis ismer. Aki nem ismer, annak meg tök mindegy, hogy mit írnak rólam, a másikról, a harmadikról. Testvér, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Parancsol. Láttad, nem voltam ideges. De ideges vagy, csak tartod magad.
Látom, Úgyhogy bocsánat, én is. tiszta vörös a fejem, a fülem tiszta vörös, tehát azért ez nem így működik. Gyerekek, engedelme, tehát azért... engedelme. A live-ában, amikor elkezd beszélni, nem láttam a live-át, csak írták, hogy a Bekét is megtámadja, meg stb. És majd eljött ide, majd írták valakit neked is. Meg elmondja az élő adásban. Ha belemertek szólni. Di, hát ki ez? Mit akar tőlem? Belemertek szólni. Megfenyeget mindenkit mindenhol. Hát állandóan bocsánatokat kér az emberektől térden állva élő live-ban. De tényleg addig csinálja, míg elborul az agyam, azt azt se érdekel, hány óra van, azt hol lakik. Na, hát ezt akkor tényleg valamiért leszek a börtönben. Beszéljenek rólam a semmiről, hazudjanak. Mert ha igaz lenne, azt mondom igaz. Hát hidd el, be kell ismerni. Hát bevallanám, hogy én fenyegettem, meg ilyeneket mondtam neki. Hát nem tudok neki ilyeneket mondani, mert le vagyok tiltva. Üzengetnek neki emberek, de nem jelöli meg az embereket, hogy ez mondta, az mondta, hogy én így beszélek, vagy ezt írtam, vagy azt írtam róla. Hát nézd meg az oldalamat, nézd meg a C-Press oldalt. Ottan nincsen izé róla szó, soha nem is volt. Hát nekem nem is ismerősöm. Én nem is értem ezt az embert. Ő neki tudod mi a baj? Elmondom. Szeretne valami nagy rangot kapni, hogy ő nagyon kemény, nagyon erős, nagyon okos. A közmunkás gyerek. Mert volt olyan live, amikor a közmunkám volt, tiszta retek volt. Bár most se tiszta volt, hogy itt eljött a tévé elé, vagy mi az kamera elé. Nem bántani akarom, mert nem tett róla valaki a... Agyament! Nem is akarok erről beszélni. Ennyi volt az egész az érészemről. Hegye hegye nem találkozik ember emberre. Úgy is fog találkozni. Előbb-utóbb összefutok vele, azt fölkérdezem. Azt ennyi. Nincs ebben semmi nagy dolog. Na, hát nekem nem semmi olyan dologom nincs ebben a gyerekkel. Az, hogy a Facebookot úgy használja, mintha valami családtag lenne neki az internet. Hát nem lehet beszélni felelőtlenül, büntelenül emberekkel ilyen formába, főleg veled se, hogy így megcsinál, így ennyi ember előtt elmondja, hátulról fejem vág, meg aki belemer szólni. Én nem tudom, ne is hívjál ilyen adásokba be, hívjál, hogy szoktál engem, azt szeretem, vagy gyere az én műsoromba, de ilyen félkegyelmi dolgokkal nem tudok mit kezdeni, nem is akarok. Áldja meg az Isten ott, ahol van. Na. Ha meg baja van, akkor úgyis összefutok vele, de ne üzengessen. Arra kérem, ne üzengessen, meg ne live-ozzon rólam. Na. Hát ne. Hát van rangom, nevem, címem, mindenem van, bazd meg, nem hajléktalan vagyok. Van elég bajom így is ez nélkül, várjál Bekén még egy mondat, azt befejezem. Így is van elég bajom nélküle is. Elég ettől komolyabb dolgaim vannak, persze nem ilyen jellegűek, hanem más. Nem szeretem az ilyen dolgot. Ezek ilyen mocskos, undorító, felkapaszkodott nyálas dolgok, akik live-ot, meg hírnevet akarnak maguknak. Megkaphatja a hírnevet tőlem, mert hamar megkaphatja. Csak annyit mondok. De nem szoktam ezt se ilyeneket se itt live-ba mondani. Mert amelyik kutya ugat, az nem harap. Na, én meg szeretek harapni, és most éhes vagyok. Vagy mondjad, miért szeretnél. Na. Én annyit szeretnék mondani, Tomi, elfáradtam. Elhiszem, fárasztó ez a gyerek is. Én nem szívesen bejövök, ha behívsz, mert elmondom az igazat, nekem nincs mit titkolni. Az életem egy nyitott könyv. Én nem üzenget, hát nem jön neki üzengetek. Hát ilyeneknek üzengetni. Mit üzengessek neki? Testvér. Csak azt mondja, hogy nem szólalsz meg, mert ismersz. Hogy nem ez az én stílusom. Azért nem szólaltam meg, Tomi. És engedjél szóhoz jutni, kérlek, engem is. Mert engem én sok hatás alatt vagyok most is. És nem azért, mert kihívnak verekedni, ebből már én is kinőttem. Hanem itt a probléma az volt nekem, amiért sokkot kaptam, hogy
Behívok egy embert a házamba. Érted? Behívok egy embert a házamba. Megtisztelem. Én nem mondok semmit, bátya, mert ismerlek. Tudom, hogy milyen vagy. Hát most, na, voltunk már együtt, meg lesz. Én nem kötekszek. Én nem bántok senkit. Tudom. Én nem engedem azt. Nem engedem azt, hogy én nekem lányaim vannak. Nekem több lányom van. Én nem engedem azt, hogy országvilág előtt. Most ha vajda vagyok, ha cigánybíró, amúgy is, emberileg. Mert én sportember voltam, te tudod a legjobban, 53 évesen, zenész vagyok, és most rangra emeltek az olá cigányok. Én ezt nem tűröm el, ezt nem engedem, hogy engem, és itt most nem a fenye, nem a jogi dolgokról beszélek, hogy baltával meg fűrészekkel fejbe basznak. Itt az az igazság, megmondom neked őszintén, és nem akarom rabolni az idődet. Mondja nyugodtan. Figyelj, én lementem turára is. Én nem akarom ezt mondani 20 éven keresztül. Én lementem Nagykátára is egyedül. 65 ezer olyan vadolát cigány van, figyelj, de ott elnézést kérek a turaiaktól, meg a nagykátaiaktól, hogy a rendőrség 20 busszal mer bemenni. Ez az egyik fele. A másik fele most, nem voltam Enyingen, az enyingi cigányoktól meg veszedelmesebb nem kell, ezt mindenki tudja. Ismerem őket is. Lementem, bazd meg, Érd. Lementem, mindent elintéztem, mindent megpróbáltam tisztázni a cigányok között. És az az ember, aki ki lett nevezve, most ne kancellárt mondjunk, hanem szóvivőt, a Magyarországi Roma Vajda Szövetség Egyesület szóvivője, Kelecs választotta ki, mivel ő az elnök, ő a fővajda. Hát hogy van ez, drága testvéreim, hogy én bohóckodok a zenés műsoromba, mert ezt igénylik az emberek. De mikor komoly dolgokról van szó, és komoly, és most végre el tudom mondani az én live-omba azt, amit a te live-odban nem tudtam mondani, hogy így közösségi portálokon, tehát a Facebookon és a YouTube-on, olá cigányok közül, és a vajdák közül, Tomi, én léptem föl. Tudom, hát nem mondtam. Én léptem föl a kábítószer ellen. Hogy léptem föl? Hát elmondom, hogy léptem föl. Elmentem azokon a településeken a rendőrségekhez, a rendőrkapitányságokhoz, bemutatkoztam, és elmondtam, hogy ez is, erről is erről van szó. Ha nem intézkednek, akkor cigányosan fogunk intézkedni. De azt is úgy, hogy összehívjuk a roma lakosságot, ugyanúgy, mint régen. De egyedül tudod, miért mondom azt, hogy elfáradtam? Na. Azért fáradtam el, mert látod, te így egy komoly, bazd meg, egyetemet, főiskolát végzett emberek vagytok a Robival együtt. És az összes roma közéleti személyiség, mint ti. Ha ti elismertek engem, én is benneteket, akkor hadd kérdezzem meg, hogy pont az, akivel jót tettem, a gyerekeim előtt, mert nézik a lányaim is az adásomat, a kislányok nézik az adásomat, emberek, mert engem nem érdekel, komolyan mondom, engem vertek már meg edzéseken, meg versenyeken, de így élőben az utcán... Mindenkinek van párja, nem erről van szó, Bekén. Az, hogy egy hálátlan disznó így beszél live-ba, itt van több mint 400 ember, hát akkor 800 könyökve... Tessék? Akkor 800 volt, bazd meg. 800 embere volt. Igen, mikor ő beszél. És... Nem is értem, hogy mer a szájára olyan hazugságokat venni, amik nem igazak. Hát ez annyira hazug dolog, nem is tudok erre mit mondani. Ezt utálom a legjobban az életben. Mikor valaki hazudik. De ez politika, társas kapcsolat, gyerekek, felnőttek, öregek, fiatalok, ez nekem kikészít. Mondaná azt, hogy Tomi, irigy vagyok a műsorodra, vagy a családodra, vagy akármire, meg a múltadra, azt mondom, jó van. Hát van ilyen. Hát de ne abba hazudjon, ami nem igaz. Bocsánat, hogy a szabadba vágok. Ez most éppen olyan volt, mintha én élő live-ba kihívtam volna mondjuk a növényi Norbit
verekedni, bazd meg. Én tudom, hogy nem egy kategóriák vagytok, de ne tudja meg ez a gyerek se, ne találkozzon velem, mert biztos, hogy elkap az ideg. Azt mindegy, ha ott vagytok, nem vagytok ott vele. Tudod, hogy engem soha nem érdekelt, és nem fogott vissza azt, hogy hányan vannak, meg ki. Az igazamért. A tűzbe megyek az igazamért, meg a családomért. Hát ezt nem engedem. De minden ember így van ezzel. Hát helyes. Minden ember így van. De gyerekek, hát azért most nem neked mondom, Tomi, és köszönöm, hogy itt vagy. De most látod, itt van ez a rostás Hilda is. Most miért akartok belőlem, vagy engem provokálni, mikor úgyse tudtok? Miért? Nem mit neked mondom. Ez a Hilda? Hát most írkárja, milyen barát vagy te, miért nem állsz a Laci mellé? A Laci mellé? Hát a Laci az még a barátodnak sem nevezhető, én meg a testvéred vagyok. Az két különböző dolog. Hát ő a munkatársad esetleg. A Kelecs, hogy kinevezte, a Kelecsnek egy dolga van, visszavonja tőle méltatlansági okán ezt a címet. Ennyi. De ezt is hivatalosan visszavonta, az mehet a bánatba új munkát keresni. Hát ennyi. Aki méltatlan erre, hogy egy vezető legyen, vagy egy vezetőség mellett dolgozzon, hát azzal van, most nem lehet mit kezdeni. Ez a világi életben is így van, nem hogy a cigányoknál. Megtámadja a főnökét. Hát most akár hogy nézem, a főnöke vagy. Szóba, verbálisan. Bocsánat, Tomi. Ez a rostás Hilda írja, téged istenít a Laci. Én elmondom itt, mi történt, kedves Hilda. Ez a rostás Hilda azt írja, Csík Tamással van baja csak. Hát én velem meg aztán főleg nem tud baja lenni. Nem ő neki. Elmondom, el szeretnék mondani egyet, mert látom az egyik unokatestvéremet benne az adásba. Köszöntöm a kisbikát, a Gerzsont, a Csiki Sanyit. A fiatal generáció, első embere. Sanyika, ismersz engem, soha nem voltam irigy. Bocsát, hagyd mondjam végig, Tomi. Jó, persze. Soha nem vettem el, Sanyika, senkitől pénzt, senkit nem vettem ki a becsületből, senkinek nem vettem el a nőjét. Soha a büdös életembe. És ezek a gengszterek, ezek a komoly csibészek, ezért szeretnek engem, mert az üzletüket nem kereszteztem soha. Nem beszéltem, igen. Igen, sokan írták, azt is, Tomi, tehát engem folyamatosan támadnak, és most már a magánéletembe is belejön ez a probléma pluszba, igen. Novemberben vannak dolgok. Nem akarom mondani itt live-ban. De tudja országvilág. Igen, régen én leültem 9 év fegyházat. Úgy, hogy nem voltam se csicska, se köcsög, se senki nem voltam. Ezt tudják, ezt bárkitől meg lehet kérdezni, ki Pulyáról is, aki kemény. Bárkitől meg lehet kérdezni. El voltam magamnak, hogy ezt miért mondom. Volt egy 13 éves kiállásom, az azt jelenti, hogy 13 éve nem voltam büntetve, és 15 év kellett ahhoz, hogy elévüljön ez a történet, és tiszta erkölcsöm legyen. Ezt megvárta a Kelecs, megválasztott engem Vajdának. Ez így van. Mert olyan, mintha nem lettem volna büntetve. Tudom. Hadd kérdezzem meg, mielőtt a cigányok megint megtámadnának, melyik cigány nem volt börtönbe. Hiszen mindenkinek van egy téglája, benne azt mondják. Így semmi van. Probléma ezzel. Családosodtam, nem akarom félrevinni a témát, Tomi bátyja, és le is teszem, mert utána, mert zsongafejem. Írnak a cigányok, több százan, zúg a fülem, zúg az agyam, vérő, én már beteg gyerek lettem a sport véget, most is bazd meg az élő live-be, elszívtam 800 cigarettát,
Ez nem így működik, úgy gondolom, hogy 4, 5, 6, 7, 800 ember előtt valakinek azt mondjuk, hogy szétbasszuk a fejét. Széjjel basszossuk a fejét, elnézést kérek. Hát mire megy ki ez az egész játék, testvéreim? Én elmondom őszintén, hogy a problémám nekem mindig a cigányokkal volt, bazd meg. A cigány nézte meg a feleségemet, amikor volt, a cigány gyerek ütötte meg az én cigánylányomat, bazd meg, aki volt. Itt nem volt sohasem probléma, bazd meg. Akkor itt álljunk már meg egy picikét. És mondom a neveket, jó? Mondom a neveket, amiért vállalom a felelősséget. És halálra legyen osztva. Halálnak a haláljára legyen osztva most. Ez a live. Pedig már egyszer elmondtam. Én azokat a neveket mondom, akiket személyesen ismerek. És nem rosszból mondom, hanem ha egy Száva Vince, vagy egy Száva Lajos elbeszélget velem, akkor már nem lehetek egy szar senki, büdös, koszos cigány. A Vincéből elnök helyettest meg elnököt csináltunk, vagy csináltam. Hát most régen ismerem, gyerekkorom óta, Robit is, sok helyről, meg mindegy. Igen, bocsánat, mert a te korosztályom. Mert a te korosztályom. De Tomi bátyom, hát én a gyereketek lehetnék. Én a fiatok lehetnék. Hát a nagyobbik majdnem ennyi idős, ja. De érted, hogy mit akarok ezzel mondani? Tehát engem maga az emberségemet. Azért itt büszkeség meg tisztelet övezi. Hát hol? Nem csak a romoldalról nézem, de hagyd mondjam el a neveket. Ültem én már egy asztalnál a Tanyi Gyurival is, a Tasnádi Péterrel is, a Tanyi Józsival is, a Csíkom Gyurival is, a Rácz Csutekkel is, a Makai Attillával is, a melyik Robi az? Nem a Kökény Robi, hanem a Pusi Zoli. A Pusi Zoli. Ültem én már Kígyó Lacival is egy asztalnál. Akiket felsorolta, ez mind ismer engem. Most nem azért mondjam. Mind szeretném. De te is félreértett. Azért mondom, mert nem tudnak rosszat rólam mondani. De Tomi, bocsánat, én is meghallgattalak. Persze, hogy ismered őket, mert veled egy idősek, bazd meg. Nem érted? Meg együtt nőttetek föl. De én mi a fasz keresek ott fiatal taknyos létemre a komoly palik között? Ez a lényeg. Hát elmondom azt, hogy azért, mert tudják, hogy nem voltam áruló soha, megadtam a tiszteletet mindig, bazd meg. Ez az alap. Nem vettem ki a becsületből senkit, nem vittem el ezeknek a lányát, elnézést kérek. Nem néztem a feleségüket, figyelj, de és nem rontottam be az üzletbe. Ennyi az egész. Ezért mondtam ezeket a neveket, bazd meg. Apámat, meg ismerte az egész világ, meg a nagybátyámat, a robbantós Csabit, a lakatos Csabit, bazd meg. Hát akkor hadd kérdezzem már meg, hogy se én, se az egész családomba nem volt köcsög, olátszigány családról beszélek. Bocsánatot kérek. Akkor miről beszélünk itt, hogy nincs ezzel probléma, hogy kihívott engem verekedni, bátya? Mert én holnap lemegyek az edzőterembe, és onnan fogok live-ozni. Akkor live-ozunk onnan az edzőteremből. Csak tudod, mit nem értek? Hogy az igazi komoly pulyárok, az igazi kemény gengszterek nem szólnak. Csak néznek, néha bejönnek az adásba, kimennek, írnak rám, írnak a YouTube-on, mikor zenélek, és szia! Tudod, kivel van probléma állandóan? A kisebbségi érzésű, a kisebb rendű emberekkel van, figyelj ide, hogy hírnevet és rangot kapjanak ilyen értelmes és okos emberektől, testvér. Hát most mit mondjak hát erre, bazd? Ezt mondtam az elején, hogy most ennyien néznek, meg őt is ennyien nézték, szellemi fogyatékos a csávó. Most szerintem ilyen, hogy mondják azt, mikor ilyen kettős életet él. Elgondolja, hogy ezt mondják neki, ő elhiszi álmába, majd élő lájba ezt elmondja. Nem tudok ezen mit kezdeni. Most nevetek rajta, de tényleg az előbb ideges voltam egy kicsit, hogy ennyit hazudik, meg ennyit mond, és azért örültem, hogy visszahívsz, mert legalább el tudom mondani. De itt van Rafael Gyula, hívd már be, azt kérdezd meg tőle, hogy beszéltem-e róla. Ott volt a videóban.
vele. Én nem tudom, ki az, hogy Rafael Gyula a Tomi bátyám. A Gyula bátyánk, a Dabasról. Cigány önkormányzati képviselő. Behívom. Na, hát ismered őt. Kalapba szokott lenni a szakállas. Na, hát például nem a magam igazát akarom, csak hogy más mondja el, érted? És soha nem szemétkedek senkivel így, hogy üzengetek. Hát itt a Kovács Gyula is, ő is el tudja mondani. Mind látják a live-omat, meg vissza jó. Lehet nézni mondatról mondatra. Hát azért már nem hagyom magam, hogy úgy beszéljen valaki, vagy úgy írjon. Na, itt vagy. Csak ja. Bocsánat, cigarettát kértem, mert már elszívtam egy dobott cigarettát, hogy ki lettem hívva boxolni. Thai box, meg kickbox, meg muay thai, meg karate, meg aikido. Jó van, hát visszakozott gyereke. Utána már, mikor mondtad neki, hogy oda mész, vagy ahol van, visszakozott. Nem, gyerekek, hát ha ez kell, a címem kell valakinek, a címem kell, bocsánat, akkor miért nem akkor csináltátok meg, amikor nem kaptam vérrögöt, bazd meg. Én nem akarok mentegetőzni, mert így vérröggel az agyba is oda megyek. Én kockáztatom az életemet is ezzel kapcsolatosan. Tehát gyerekek, ne vicceljünk már, bocsánat. Tomi bátya. Több eszünk van ettől. Hogy van ez? Sose szerettem ezt, bazd meg. Én nem így nőttem fel a csibészek között. Hát hogy oda mentek átlag emberekhez, járókelőkhöz is pofonbaszták. Hát hogyan te? Hát vagy mi, hova megy a világ félre? Mi fordult ez a világ, mióta ez a live-ok vannak, meg a izék, a internet. Még egy dolgot azért el tudok mondani. Szenes voltam 16 éves koromban. Fehér öltönybe jártam szenezni, és este meg a Savoyban voltunk a Prisztásnál. Tehát olyan becsület volt az öregek között, meg az öreg bimbiékkel, meg ezekkel, hogy a Jóisten hozza vissza inkább azt az időt. Tényleg volt rangja akkor a becsületnek. Ma már nincs. Ma már mindenki mondhat felelőtlenül mindent. Azt mikor rálépnek a torkára, akkor meg elgondolkodik. Hát nem kellett volna. Na mindegy. Az erősködésből már kinőttünk, többet észre, mint erővel, tehát hogyha én akarok valamit, akkor azt elintézem én a családommal, nem kell nekem segítség, meg egyéb dolgok. Én elfáradtam, Tomi. Bocsánat. Egy kicsit én is elfáradtam. Jó, én egy órát lángoztam most az a saját műsorom. Nem most, Tomi. Amúgy. Miért fáj a cigányoknak, hogy én lemegyek és ki akarom békíteni őket, bazd meg, ingyen és bérment vegyem a szívedet. Ezt most hogyan? Nem tudom, hogy kire gondolsz, vagy mire gondolsz, én most a Szabosíról beszéltem. Bárkire, ahol voltam eddig, bazd meg. Bárkire, akiről voltam eddig, bazd meg. Hát, bárkire. Nézd, ezt a Szamosinak nem jósolok sok jövőt, mert itt az interneten elég sok emberrel összeveszett, tehát nem én vagyok az egyetlen, meg te se leszel az egyetlen. Előbb-utóbb kihúzza a gyufát, biztos vagyok benne, de hát nem ez a lényeg. Ne legyen semmi baja. Inkább azt mondom, ne legyen semmi baja. Bocsánat, Varjú Lászlóval tárgyaltam. Tudom, ki az. Akkor légy szíves, mondd el, hogy ki az, most itt a nézőknek. Volt országgyűlési képviselő, most a DK-nak a pártigazgatója. Pont vele beszéltem valamelyik nap egy más témában, hogy jöjjön be a műsorunkba. Nem tudott kapcsolódni valamiért, de megígérte, hogy be fog jönni. Tehát ismerem mindent. Tehát a Gyurcsánytól kezdve mindent ismerem. Bocsánat, azt elfelejtetted, hogy volt államtitkár és gazdasági miniszter. Erről nem tudok, de lehet, hogy voltál. Vagy ezt államtitkár minden. Lehet, hogy volt. Igen. Most rendben van, testvér. De egy 35 éves olácigán gyerek mit keres ilyen komoly és ilyen miniszterek mellett. Elgondolkozott ezen valaki? Hát ezen már nem tudok elgondolkodni. Volt idő, mikor én is minden nap ott voltam, de a munkám miatt. Hogy ne lenne ez a lényeg, Tomi, mikor bazd meg örülnie kéne a cigányoknak, hogy van egy olyan 35 éves ember, bazd meg, bánézést kérek, aki miniszterekkel beszél. A cigányok érdekében, és oda tudtam jutni hat osztállyal
Egy mini, hát hallod? Ahogy oda mentem most, föltettem a képet. Láttam. Én nem tudom, hogy ennek fizetett emberei vannak, vagy testőrei, vagy kormányőr, vagy bárki, igen, de mindjárt odaléptek. De hát volt, mert két ember odalépett, hogy mit akarsz te itt? Hát jó, lehet. Hát mit nem akarsz? Tudom. Hát, mi? Nem tudom, hát már rég találkoztam vele személy, telefonon szoktunk beszélni. Mondom, a múlt héten pont beszéltem vele, nem tudott bejönni a műsorba, nem tudta hol, ott írt is az, nekem ott a izén, a saját oldalamon, azt hitte, hogy ott kell bejönni. De mindegy, majd a következőkben be fog jönni. Pont a sargentini jelentést akartam tőle megkérdezni, hogyan és miképp, mert jó koponya a Laci, jónak tartom. Tehát régóta ismerjük egymást, nem csak ővel, az egésszel, vezetőséggel.